Sziasztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez itt a Crazy Craft második része, és ez konkrétan egy másodperc az után rögzít, kerül rögzítésre, hogy az előzőt abba hagytam. Nektek ez lehet, hogy több nap, nekem pár másodperc volt, úgyhogy folytassuk onnan, ahonnan igazából abba hagytuk. Megnézem, hogy itt mi van. Mr. Harrow Block. Ó, és ez Mr. Harrow-akat idéz. Aha! Akkor ezt nem fogjuk bántani. Ugye ezt megtudtuk az előző részből, hogy bánt. És nem túl barátságos itt jelenleg a játékban, azt kell mondjam, semmi sem. És ugye ennél a nagyhegynél mondtam azt, hogy meg kell nézni, mi van fent. Úgyhogy találok valami épkézláb feljutási lehetőséget, akkor azt mondanám, hogy megmászom, de ez valami hatalmas. Tehát ezt lehet, hogy skippelem egyelőre. És ehelyett megnézem, hogy mi van arra. Újabbnál és újabb dolgok bukkannak fel a pályán. Például most valami generálódott, mert az FPS-em az eltűnt. Itt egy vulház. Amit az FPS-ünk 10-re csökkent. Ó, oh, oké. Okay. Magic Mirror. Teleport you to the spawn point. Ez nagyon jó. Ez már most tetszik. Ez ki. Ezt innen kiveszem. Miért is nem? Breaking chest will delete your unique loot and all your items in the chest. Not that a big no sneak while doing this loot per player per chest, only break if you really need it. Oké, akkor nem. Velem lehet beszélni, akkor ezt egyelőre azt mondanám, hogy hagyom. Nem mondanám, hogy több woodra szükségünk van lényegében, hát rózsaszínnek rózsaszínne az ágyunk, de végül is van. Kacsa? Kacsa nem bánt. Az első olyan lény, ami nem akar minket megölni. Gondolom ez az Emerald Gatorról, ami gondolom az Alligator Emerald változata, nem mondható ugyanez el. De végülis nincs csak HP-ja. És nagyon messziről sebez. Vagy mérgezett, nem is. És igazából értem most, mi történik. Miért is tud megsebezni minket így falon keresztül? Oké. Okay. Gyere, támadj akkor. Valamiért itt már el tud minket kapni. Oké. Okay. Zsír. Tehát már ennek is beszereztük. Igazából minél több lényt kellene megölnünk. Már a DNS-e miatt is. Már ugye, mint kiderült, például a halnál nem működött. De ez nem jön semmit. Lehet, hogy csak nekem volt bad luckom, vagy valamit külön kell tennem ahhoz, hogy működjön. De nem ért kellene még találnunk, hogy a repülést megoldjuk. De egyelőre... Végülis mire lehetnénk békák is. Slime boltod. Oké. Okay. Szóval egyelőre visszamegyünk a jelenlegi helyünkhöz, ahol lakunk. Teleportálgatás meg ilyesmiket azt kihagyom, mert azért ezt valamilyen szinten csalásnak érzem. Azért írjátok meg kommentbe, ha engedélyezitek számomra a saját waypointjaim közötti teleportálást. Semmiképpen sem szeretném úgy, hogy... Jaj. Ez még mindig a macska. Jó, semmi gond. Ez csak a macska. Szóval semmiképp nem szeretném a ti engedélyetek nélkül csak úgy random teleportálgatni. De használnám is akkor csak a saját waypointjaim között, tehát semmiképp nem lenne olyan, hogy fogom és így random elteleportálgatom magamat bizonyos érdekes helyekre, mert az úgy kicsit megöli a báját a dolognak. És azt kell mondjam, hogy most jobb felül például resetelődött, tehát akkor ez a valós időt jelzi percben, tehát valós percet számol, viszont ugye nem biztos, hogy ezzel kéne ütnöm. Tehát a daytime-ot számol, de ugye valós percből számolja. Wow! Azért ez milyen menő. Ezt ide le kell néznünk. És akkor hazaviszem, meg mentek egyet. Az ágyammal, hogy legalább valami közelbe lévő spawnnal legyünk, és ne kelljen mindig onnan és onnan elszaladgálni, mert azért nem túl vicces. És valószínűleg túl sokszor fog meghalni ahhoz. Na nézzük. Ágy. Respawn set. Oké, okay, tökéletes. Az ágy az ilyen kicsit levegőbe lóg. Esztétikailag zavar, hogy elárakok egy dörtet, de hát ugye Minecraftban nincs jelentősége. Oké, okay, na nézzük. Van iron ingotunk. Ezt olyan szinten felhasználom, hogy valószínűleg csak belőle egy kardot. Tudom, hogy meg lehetne az, hogy... Aha. Ötöt sebez, hatot sebez. Akkor viszont hallgatok az első megérzésemre, és azt mondom, hogy csak belőle egy csákányt. Ez azért tudjuk, hogy jó.
viszont az egy szívvel többet vagy kevesebbet sebzek, nem gondolnám, hogy élet és halál között fog dönteni, aztán majd később videóra lehet, hogy rám cáfol. Mindig, mikor innom kell videó közben, így irigylem a régi önmagamat azzal kapcsolatban, hogy simán el tudtam beszélni fél órákat, anélkül, hogy egyáltalán innom kelljen. Recall Potionnek innentől kezdve nincs igazából értelme, mert a Magic Mirror mindenért kárpótol. A húst azt süssük ki. Erre nincs szükségem, Gunpowderre se. Nem tudom egyelőre, hogy ez az Essence mire való. Golden Apple egyértelmű, mire való. Az valami hasonló lehet, mint a csirkéjé. Gondolom, ha földhöz dobom, akkor ki kell vagy sem. Tévedtem. Nem tudom földhöz dobni, úgyhogy megnézzük, hogy megsütni meg lehet-e. Nem lehet megsütni sem. Jó, egyelőre félre rakjuk, fogalmunk sincs mire való. Ezekre sincs szükség. Hát, horse-unk lehet. De valószínűleg fogunk jobb dolgokat találni. Kaját viszünk magunkkal. Ezeket egyelőre berakjuk. Erre sincs szükségünk. Jó, hát lényegében szerintem valahogy így. És akkor azt mondom, hogy sötétedik, úgyhogy alszunk ennyit. És akkor meglátogatjuk azt a... ezt. Hogy itt mit rejt a dolog. Úgyhogy idáig elszaladok, srácok, és akkor innen folytatom. Na hát már majdnem ott vagyunk. Láthatjátok, csak itt találtam egy ilyen kis házikot, hogy úgy gondoltam, hogy ezt nézzük meg. Plusz közben leteszteltem az elméletemet, sajnos hiába vágom ki a fát. Excel sajnos nem esik szét úgy, mint ahogy én azt várnám. Nézzétek csak, milyen jó kis tábortűz. Blessed Furnace. Nem tudom, mire való, úgyhogy visszük. Nem tudom, hogy ez kinek a lakása, megmondom őszintén, de... de annyira nem is érdekel. Minden értékeset viszünk. Oh. Hogy ezt nem tudom így egyes, vagy így egyes egybe elvinni, mondjuk erre gondolhattam volna, hogy tábortűz nem olyan dolog, amit felkapok és viszek. Van egy valamilyen enemy alattam, úgyhogy azzal nem foglalkozunk. Nézzük meg, hogy mi ez a nagy alapterületű most tudom, temető? És te élsz, vagy halsz? Skeleton School. Jó. Tehát akkor ez lényegében egy ilyen régi temető, amit találtunk. Legalábbis annak tűnik. Egyelőre nem látok ellenséget. Sem a térképen, sem így. Quartz. Wow. Jó, hát menjünk be. Remélve, hogy nem támad meg minket semmi. Bár az a chest az olyan gyanúsan hívogató, úgyhogy azt hagyjuk utoljára. Ez egy skele... Ah, oké. Tehát... a padló, mint láthatjátok, ez Soul Sandből van kirakva és mérgező. Ez pedig Grass Pet, jó. Ez pedig egy urna. Hát, ha nem bánjátok meg... ezt nem ütném szét, de... nem tudom, hogy vagytok arra. Én azt gyanítom, hogy mintha lenne alatta valami értékes. Ah. Ah, oké. Ez mondjuk durván. Durván jó cucc. Felveszem magamra. Remélve, hogy nem történik semmi rossz. Ez 5-ös armort ad, ez ugye 3-asat. Ez 4-es sebb, ez az almasz kell. XP-t visszük. Csontokat meghagyom az úrna. Egy shield. Nem tudom, hogy hasznát fogom-e venni. De berakjuk. Golden Sword-ra nincs szükségem. Totem of Undying. Oké, okay. Ez elég OP-nak tűnik. Nem tudom, bovra lesz-e szükségem, de viszem az ammót, meg végül is a bovot is. De jó, vigyük. Lényegében vigyünk mindent. Végül is ez lett a vége. Golden Ore van benne, és... egyéb dolgokat, a Golden Ore-t visszük. Oké, egyelőre még semmi sem akart minket megölni. Jó. Egyelőre azt mondom, hogy pozitív. És nem tudom, hogy ez pontosan hova való. Slot Charm. Head, buddy. Oké. Okay. Nem tudom, hogy hova tudom felvenni. Back, buddy, heart amulet. Hands, ring, belt, charm. Charm.
Aha. Na ezt majd mondjátok meg kommentben, hogy ezzel jót tettem vagy sem. De úgy látom, hogy nincs körülöttem semmi, de legalább van érünk is. Oké. Akkor ezt lehetőleg kihagyva. Rotten flash van benne. Oké. Érdekes. Érdekes és egyben ijesztő, mert már várom, hogy mi fog az életemre törni. Soul Torch, Soul Lantern. Oké. Gyanús nektek, nem? Vagy nekem van gyanús, hogy még nem támadott meg semmi. Egy snake akar éppen az életemre törni, de az így... Not a big deal, de majd mindjárt kiderül. Lehet, hogy megmérgez minket és meghalunk. Együnk és nézzük meg, hogy igazam lesz-e. Gyere, snake. Vagy kell a snake-et hívni, biztos nem cic-cic-cel. Elég bénám vagyok. Oké, tehát megmérgezett minket, ez a rossz hír. A jó hír, hogy megvan a DNS-e. Azért az így elég OP. Tehát mindenkinél van valami cucc. Azt meg is eszem. Tehát akkor végül is beálltunk sírablóknak, nem tudom, hogy az így... effektíve jó nekünk. De... hát biztos... mondanám, hogy biztos meg fogom bánni, de majd ti megmondjátok, hogy jól tettem-e. Bár kezdem azt érezni, hogy majd biztos valami az életemre tör az éjszaka folyamán, de... hát a lootnak élünk, ugye? Ugye a Hexitben is így volt, hogy már voltak olyan cuccaink, amiről fogalmunk se volt mire való, de voltak. Zombie head. Oké. Kezdem kicsit rosszul érezni, hogy elviszem mindenkinek az itemjeit. Főleg úgy, hogy túl értékes dolgok nincsenek is itt. De... oké. Whatever. Van már 4 darab aranyalmánk. Meg 6 darab aranylépánk. Tehát már baj nagyon nem érhet minket. Egyelőre meghagyom a többit. Aha. De mit őrzöl itt éppen? Sehol egy csapda, rendben van. Próbálom elhinni. Diamond chestplate, wow! Oké. Not bad. Plusz egy aranyalma. Kezdem azt érezni, hogy az aranyalma itt, meg ezek a dolgok nem nagyon érnek semmit, mert túl gyakran adja a játék. Tehát, hogy értitek, nem olyan ritka, mint az alap Minecraft, mert kezd az érzésem lenni, hogy ez az egész egy átverés része is. És most jön majd a buktató. Először felfele, mert annak láttam a végét. Aztán megnézzük lefele. Oké, fenn nincs semmi. Snake-ek mindenütt. Cat, witch. Oké, akkor menjünk lefele. Olyan furcsa hangja van, ezt kicsit lejjebb is veszem. Remélem a playernek a hangja ez. Hát nem tudom, nem vagyok benne biztos. Tehát, hogy halljátok, hogy ugye a ruha, hogy megyek benne, mintha igazi chestplate meg ilyesmi lenne. Zárt terület. Lehet, hogy egy finom jelzés volt arra, hogy ne tovább. Erről már vannak emlékeim a Hexitből. Ez egy ilyen mini dungeon, ugye? Yes, sir. Mini dungeon at all. Oké. Szerintetek most aktiválódott a csapda? Vagy valami triggerelte a creeper-öket? Vagy beomlott felettünk a kiárat? Kezdek félni attól, hogy igen. Nem. De akkor mi robbant fel? Valami egyértelműen felrobbant. És az nem a temető volt. És még nem akar semmi az életünkre törni. Jó, rendben. Figyeljetek, én hazateleportálom. Mert azért elég jó cuccokat szereztünk, tehát ezzel vétek lenne meghalni. Csináljunk chesteket. Ha. Majdnem olyan ügyes vagyok, mint 7 éve, tehát még a mai napig nem megy. Ez a dolog. Na most erre kíváncsi leszek, hogy ez így működik-e. Ahogy én ezt a fejemben megálmodtam. Oké, helyem még mindig nincs.
Oké. És azt mondom, hogy ezt ide szeretném. Olyan számít az, hogy hogyan áll ez? Számít. Oké. Blast Furnace nem tudom, hogy jobb-e, mint a sima Furnace, de... Ops, majd az idő eldönti. Ezt a tetejére szerettem volna. Oké. Jó. Mi az, amit ki tudunk égetni? Semmit, úgyhogy egyelőre ezt ide berakom. Ja, de a Golden Ore-t. Ez ilyen gyorsasággal égeti ki. Na, hány másodperc lehet ez kb? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mondjuk. És ez például. Ez lényegesen lassabban. Tehát ez a különbség. Jó, van, ezt is tudjuk. Tehát a lényegében ezt a sütőt kidobhatjuk a francba. Mert hogy ez sokkal OP-bb. Oké, tehát ezt ide. Ez pedig ide. Zsír. De valószínűleg egyébként sem az aranyalma nem ér semmit ebben a modpackben, sem a gold, de ezt írjátok meg kommentben, mert ez így egyelőre túl easy-nek tűnik. Még normál módban is, annak ellenére, hogy a legelső hát boss fightunk, vagy nem is boss fightunk, a legelső witch megölt, amivel találkoztunk, de ne foglalkozzatok ezzel. Ezek csak ilyen ábrándok. De a napfelkelte még mindig menő. Most jártunk ilyen 16-7 percnél. Úgyhogy én azt mondom, hogy még ide leugrok. A Witcher-t megpróbálom újra megölni. Csak lepakolok. Legrosszabb esetben itt éledünk újra, tehát nagyon nagy probléma nem esett. Short inventory. Ez 4-et atakol, ez 5-öt, úgyhogy ezeket ide be. Az órára nem igazán érzem, hogy szükségem lenne. Erre sem, erre sem. Veszünk egy aranyalmát. Csak próbálj megölni a vicset. Hát ha sikerül, csak legalább azzá is át tudunk változni, plusz ahogy láttam, ott volt egy zombi. Az egy kagyló, amit lehet forgatni. Egyre újabb és újabb dolgot. Nagyon jó zomottak, nekem tetszik. Remélem, hogy nektek is olyan élvezetes nézni, mint nekem ezt játszani. Na nézzük, valahol itt lehet a bejárat. Igen, elsőre eltaláltam. Na gyere, vics. Hol vagy? Oké, ez zombik. Nem esünk kétségbe, zombi spider és a vics. Kicsit... Nem úgy tűnik, mint aki... Oké. Excuse me, de mintha nem sebződnél. Ha már legendári zombi vagy, hát ez pompás. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy valószínűleg ezek a cuccok nem érnek semmit? Na hát, pontosan erre gondoltam. És így oda lett ez a totemünk és az a charmunk, ami megmentette egyszer az életünket. Ha jól láttam. Ah, wow, egész lassan megyek le. Tehát sikerült azonnal egy legendári zombiba belefutnunk. Így a második próbálkozásra, amikor azt hittük volna, hogy... Hogy... Értetek. Hát ő egy 3-as szintű legendári zombi. Most valószínűleg instant meg fog elni, hogy én ezt felpikkelem a cuccaimat. De nem. Mert zombi, vagy amíg nem ütök, addig... Addig nem támadnak. Ezt jó tudni. Ezt felírjuk. És mi van, kihozom a napfényre? Vajon? Ugyanúgy meghal? Igen, a charmoznak sajnos annyi. Tehát ez egyszeri dologra jogosított fel, és ezt az egyet sikerült elrontanom a legelső zombinál lényegében. Na gyere csak ki! A fényre megnézzük, hogy idekint is olyan menő vagy, mint odabent. Ahogy idekint elégtek. Ahol mondjuk tűz van, vagyis hogy víz van. Miért is? Miért is? Sebzel onnan engem. What the? Oké. Tehát ez nem játszik. Konkrétan nem sebezzük. Őt és... Cserébe ő minket nagyon tud sebezni. Semmi, minimális életét vettük le. Oké. Aha, tehát ilyeneket lő ránk.
Jó, rendben van. Menj már ki, légy szíves a vízből, és akkor így, nem tudom én, mondjuk égél el. Nem lát ilyesmit rekerni téged? Hogy? Ah, tűzzel jobban ég, mint hittem. Adjál engem békén. Your knowledge of that increased 1. You earned 1 level here, you want to... Okay. Click here. Wow. Ezt figyeljétek. Választhatok bónuszt. Én erre nyomok. Nekem ez tetszik. 20% chance to get an enchanted key on that. Next bónusz 40%. Szerintem ez a legmenőbb, bár egyébként nem olvastam el. Witch Doctor. Nekem ez tűnik a legjobbnak. Nem tudom, hogy ez számít, de valószínűleg ez felel azért, hogy jók vagy rosszak vagyunk-e. Aha, oké. Nagyon jó az a modpack, srácok. Baromi jó, aki ezt ajánlotta, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hálás vagyok. Tényleg. Na jó, get the fuck out of here. Menjünk innen, srácok, a francba. Nem vagyunk ez elég erősek. Az mondjuk kevésbé megnyugtató, hogy egy ilyen él a lábunk alatt, de semmi gond. Mint mondtam, ez a hely jól védhető. Mondanám azt, hogy isteni megérzés volt, amiért így alakítottam ki, hogy lényegében lerakok egy blokkot, és így értitek, felettem nincs hatalma. Az a más kérdés, hogy tele vagyunk ilyen cuccokkal, ennek majd utána nézek, hogy tudom eltüntetni ezeket. Mert oké, hogy innen törlöm, de ugye itt maradnak, és nem valami királyok. Ops, még egy. Na jó, srácok. Én azt mondanám, hogy köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez a második rész. A harmadik részben ismételtem találkozunk. És remélem, hogy lesz harmadik, meg negyedik rész, és jól fogadjátok ezt. Mert igazából ugye erről még nem tudok semmit, de... Ha tetszett ez a videó, akkor lájkolj, kommentelj, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!